Szóval Jézus számára és Isten számára nincsen lehetetlen. De mégis eltökélte magában azt, hogy semmit nem fog tenni ezen a földön nélküled. Isten egy csettintéssel elintézhetné azt, hogy minden ember milliárdos legyen a földön. Ennyi idő alatt. Gondolkodtál már ezen? És Isten mégis fiakat nevel. Olyan gyermekeket, akikben van gerinc. Isten olyan fiakat nevel, akire lehet számítani. Isten olyan fiakat nevel, akinek az igenje igen. Hogyha valamit megígér, akkor az úgy van, hogyha feje teteje ére áll a világ, akkor is. Testvérem, te Isten gyermeke vagy. És tudd meg, hogy ő téged a saját képmására, a saját hasonlatosságára teremtett meg. Egy olyan lény vagy, amely dicsőségre lett megteremtve. És igen, most élünk egy világban, és azt írja a Biblia rólunk, hogy most Istennek a gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Gondolkodtatok már ezen? Hogy mi van annál több, hogy Isten gyermekének lenni? De van több, és én sem tudom, hogy mi. De olyan izgalmas Istennel járni, testvéreim, hogy mikor már túl tudsz nőni a saját kicsinyes kis világodon, azon a kis önző kis életeden, amikor fölé tudsz emelkedni annak, hogy csíp a pisi és szúr a kaki, amikor fölé tudsz emelkedni, és azt mondod, hogy Istenem, minden, és minden, ami vagyok, és minden, amim van, az tőled van. És ha tőled van, mitől féljek? Ha te tudod, és ismered az én életemet, ismered a szükségeimet, testvérem, tudd meg, hogy aki testet teremtett nekünk, ne tudna egy ruhát adni erre a testre. Vagy aki gyomrot teremtett ebbe a testbe, ne tudna ételt adni neki. Emlékeztek, ezek Jézus szavai. De mi sokszor mégis benyeljük ezt, hogy a világnak a módjára olyan kicsinyes módon a világ szintjén éljük meg a hitéletünket Istennel. De tudjátok, most olyan idők jönnek, ami még nem volt soha. Azt mondja Jézus, hogy az atyát nem ismeri senki, csak a fiú. És a fiút sem ismeri senki, csak az atya. És a fiú, akinek akarja, ki fogja jelenteni az atyát. Testvéreim, olyan időket élünk, amikor majd belépünk a mennybe, amikor majd hazaérünk, amikor elragadtatunk, nem lesz furcsa azok számára, akik el lesznek ragadva. Nem lesz az, hogy annyira csodálatos, még soha nem éreztem így magam. Tudod miért? Mert Isten már most a földi életedben be akar úgy mutatkozni, be akarja a mennyet neked úgy mutatni, hogy ne legyen neked új, ne legyen neked idegen, hanem amikor odaérsz, azt fogod mondani, én már jártam itt. Minden hajnalban én már itt jártam. Nem láttam eddig, de most már látom is. Eddig csak érzékeltem. Eddig csak egyszerűen csak ott ültem. És kise nyitottam a szememet, csak
át meg átjárt Istennek a hullámokba jövő szerelme. És tudod mit, amikor majd ott leszünk, ez teljesen természetes lesz. Minden pillanatban. De tudjátok mit? A mennyben már soha nem kell majd ellened állnod semmilyen kísértésnek. Azt most kell tenni. A mennyben már nem kell imádkoznod semmiért sem, hogy megkaphasd. Mert minden ott lesz egy karnyújtásnyira. A mennyben tudd meg, hogy már nem kell majd bizonyítanod senkinek semmit se. Most sem kell. De egyszerűen tudd meg, hogy mennyire értékes az, hogy amikor te a betegségednek, vagy a szükségeidnek a kellős közepén megállsz, és fölemeled a kezeidet Isten elé, és azt mondod, hogy Istenem, millió okom lenne panaszkodni, de én ennek ellenére most úgy döntök, hogy imádlak téged. És lehet, hogy szegénységbe vagy. Lehet, hogy gyógyíthatatlan betegségbe vagy. De amikor fölkelsz és felemeled a kezedet a menny Istene felé, és azt mondod, hogy Uram, tiéd legyen minden dicsőség. Tudd meg, ennél nincs kedvesebb dolog. Mert ez rólad szól. És Istennek nagyon kedves dolog az, amikor mi őszintén ki tudjuk fejezni felé a mi érzéseinket, a mi gondolatainkat. Mert amikor ez meg lesz, és ebbe az irányba haladunk mindnyájan, én hiszem, és egyre inkább, ahogy hallgatlak benneteket, és ahogy bizonyságaitokat is halljuk, egyre inkább épültök föl Krisztusban, és egyre bátrabbak vagytok. Miért? Mert megismeritek őt, aki értetek mindent odaadott, akinek semmi sem volt drága azért, hogy visszakapjon benneteket. És ő itt van ma. Ez a Jézus itt van ma. És testvéreim, tudjátok meg, hogy leélhetjük úgy az életünket, hogy hiába leszünk mindennek, ami Istené. Le lehet élni úgy az életünket, de miért tennénk? Miért? Miért? Mikor minden ott van előtted a tálcán. A Biblia azt írja, hogy Isten gazdagon megterítette a mi asztalunkat az ellenségeink szeme láttára. Most mondhatod, hát az én asztalom nincs annyira megterítve. De tudd meg, hogy megvan. Hogyha élsz még ezen a földön, és van két kezed, amit föl tudsz emelni, és még van egy lélegzet, amit tudsz venni, tudd meg, okod van arra, hogy hálát adjál az Istennek. Mert ő teremtett téged. És tudd meg, hogy nem haszontalan dolog az, amikor szenvedéseken kell keresztül mennünk. Régen mindig azt gondoltam, hogy a pusztaság az a hely, ahonnan menekülni kell. És Isten megtanította velünk azt, hogy a leggazdagabb hely a pusztaság. Nincs gazdagabb hely a pusztánál. Igen, nincsen ott a városnak a zaja, a nyüzsgése, pesgése, nincsenek ott a kedvenc tévésorozataink, nincsen ott a moziműsor, a ételrendelés, hanem belefújja a homokot a szemedbe, a szél és a füledbe. Nem tudsz hol lehajolni, lefeküdni egy kényelmes ágyra, de tudd meg, ott van Isten. És Isten minden egyes szerelmesét kihívta a pusztába, az ő saját fiát beleértve.
hogy ott találkozzon vele. Testvérem, ne félj a pusztától. Ne félj attól, hogyha olyan időkön mész keresztül, amely nem kellemes a testednek. Keresd meg benne Istent. Hogy Uram, most nagyon kínlódok belül. Szenvedek a testemben. Szenvedek a testemnek a kínlódásai közepette. De meg akarlak találni most téged. És nem tudom, hogy miért megyek keresztül dolgokon, de egyet tudok, hogy meg akarlak ismerni téged. És tudd meg, hogy abban a pillanatban, amikor rátalálsz, amikor megtalálod az egyik kis pici barlangban, vagy egy kő mögött, azonnal megszűnik az az élethelyzet, amin keresztül mentél. Mert minden egyes pusztának az életünkben az a célja, hogy megismerjük őt. Az ő hűségét, az ő jóságát. És meg akar Isten minket tanítani arra, hogy Jézusról szól az életünk. Ne éljünk már magunknak. Kérlek titeket, könyörögve kérlek. Ne magatoknak éljetek most már. Nem a tieitek vagytok már. Amen. Ezt a Biblia írja, nem én mondom. Akár fel is olvashatom, aki nem hiszi el. Nyugodtan gyere ide hozzám az alkalom után, meg fogom mutatni a Bibliából is. Nem a ti sajátotok vagytok, hogy magatoknak éljetek már. Halleluja. Drága testvéreim, ezen áll vagy bukik minden. Isten szólt, és mi elhisszük-e? Vagy azt mondjuk, hogy nem, a szemem más mutat, mint amit Isten mond. Hányszor van olyan, hogy teljesen más mond Istennek a beszéde, mint amit a szemeink látnak. És olyankor el kell tökélned magadban, hogy akkor is ahhoz fogok ragaszkodni, amit Isten mondott. És hogyha ez így lesz, akkor tudod, mi lesz, testvérem? Elő fog állni. Mint ahogy Isten szólt, legyen világosság, és előállt a világosság. Nagyon-nagyon-nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy együtt lehetünk ma is veletek. Óriási kiváltság számunkra, hogy Istennek a gyermekeivel együtt imádhatjuk őt. És tudjátok, ez az egész mit sem érne nélkületek. Ti mondtatok igent Istennek arra, hogy ma eljövünk. Megint meleg volt, megint eljöttünk. Amen. Mert nem mondhatja meg többé sem az ellenség, sem a testünknek a kívánsága, hogy mit döntünk, és hogyan fogunk élni, és hogyan fogunk cselekedni. Hanem egyedül Istennek akarunk tetsző életet élni. Amen. És testvérem, nem a házastársattól kell várnod a boldogságodat. Tudd meg, hogy egyedül Jézusban leszel boldog ember. És teljesen mindegy, hogy házas vagy, vagy nem vagy házas, tudd meg, hogy egy földi ember téged nem tud boldoggá tenni. Egy házasságon belül is szükségünk van arra, hogy Istennek a karjaiba odafussunk, mert csak akkor leszünk boldogok. Amen. És én is, meg Éva is, meg mindenki úgy éljük az életünket, hogy nem, már nem egymástól, régen így volt, hogy egymástól vártuk, hogy tegyél boldoggá. De nem sikerült. És azóta vagyunk boldog emberek, amióta átadtuk Istennek teljesen ezt a lehetőséget. Meg hogy ne a saját magunknak a kényelme irányítsa már az életünket, hanem azt mondjuk, hogy Uram, legyen minden úgy, ahogy Te akarod. Mert Te sokkal jobban tudod azt, hogy nekem mire van szükségem ahhoz, hogy a révbe érjek. Amen. Na de ha ez így van, akkor ne panaszkodjunk onnantól kezdve. Ne legyünk olyanok, mint az Izrael fiai, hogy bármi testi nyűg, baj, kín, probléma jön az útjukba, egyből zúgolódtak. Hanem tekintsünk fel Istenre, emeljük fel a mi tekintetünket a hegyekre, onnan jön a mi segítségünk. Testvéreim, erre vagyunk elhívva, hogy ennek az életnek
a győztesei legyünk. Azt mondja az Isten igéje, hogy, bennünket Isten nemhogy csak győzelemre vezet, hanem diadalra. Tudjátok, mi a különbség a győzelem és a diadal között? A győzelem, hát az épp, hogy győztünk. A diadal meg elsöprő győzelmet jelent. Olyan szintű elsöprő győzelmet, hogy az ellenség nem maradt állva veled szemben. És ezt írja rólad az Isten beszéde. És akkor most megint elénekeltjük, hogy szóltál, elhiszem, szóltál, előállt. És mit szólt? Az, hogy több vagy, mint győztes. Az, hogy mindenkor diadalra vezet téged Isten, Krisztusban. Akkor testvérem, ne törődj bele abba, hogy vesztes vagy, mert nem vagy vesztes. Ez az ördögnek a hazugsága. Tudd meg, hogy Jézus Krisztusban mindenre van erőd a Krisztusban, aki téged megerősít. És a te alkalmas voltod, az Úrtól van. Nem saját magadba keresd az alkalmasságodat, mert ezt nem fogod megtalálni. De Jézusban alkalmas vagy bármire. Mint ahogy Laci testvérünk elmondta, hogy hát az lehetetlen. Az lehetetlen, hogy ne oldódjon meg a probléma. Halleluja. Ó, nagyon szeretek prédikálni. Biztos észrevettétek már. De el kell zárni most már lassan a csapot. Az élő vizek folyamának a csapját. És mit szóltok hozzá, hogy a két hét múlva itt folytatjuk, ahol most abba hagytuk. Jó? Eljöttök majd? Dicsőség Istennek! Nagyon szeretünk titeket, és még egyszer nagyon szeretnénk megköszönni mindannyiótoknak, hogy meghoztátok ezt az áldozatot, hogy eljöttetek, és itt voltatok velünk együtt, és tényleg egy kiváltság számunkra, hogy Istennek a gyermekeivel tölthettük ezt a pár órát együtt. Nem sokára az örökké valóságot fogjuk együtt tölteni. Na még egy utolsó gondolat. Jézus azt mondta, hogy boldog az a szolga, hogy amikor az ő ura visszatér, őt majd így munkában talál. Testvérem, erre vagyunk elhívva, hogy képzeld el, most Jézus jön vissza, és egy pillanat alatt azt mondja, hogy mint a villámlás elvillan a kelettől nyugatig, ennyi idő alatt lesz az, hogy Jézus visszatér. És mi ott leszünk a munka kellős közepén. És onnan fog minket elragadni az Úr. El tudjátok ezt képzelni? Nem a pármánkba fogunk aludni, nem a különböző bűnös dolgokat fogunk csinálni, hanem szolgálni fogjuk őt. És menni fogunk, és hirdetjük az evangéliumot. És meggyógyítjuk a betegeket, feltámasztjuk a halottakat. És bam, Jézus jön vissza. Amen. Én ezt kívánom mindnyájunknak, hogy ragadjuk meg Isten ígéreteit. És amikor ezt elénekeljük, hogy szóltál, elhiszem, elhiszem. Nem a világnak hiszek, nem a Zelenszkinek hiszek, vagy a Joe Bidennek, teljesen mindegy, hanem egyedül Istennek hiszek. És ha neki hiszek, akkor elő fog állni. Mert ő nem ember, hogy hazudjon. Amen. Tudjátok, minden valamire való prédikátor háromszor fejezi be a prédikációt. Még jó, hogy ma nem, én nem is prédikáltam annyira. Halleluja. Na, körbe vagyunk véve csodálatosan becsomagolt karácsonyi ajándékokkal. Gyönyörű papírba be van csomagolva, masni van rajta, és alig látunk ki, annyi van körülöttünk. De ez mind a tietek már, minden ott van, ahogy Laci is mondta, minden a milyen Krisztusban, minden, de be van csomagolva. Láttatok már olyan gyereket karácsony este, amely úgy hagyja a csomagot, kicsomagolatlanul? Én még nem láttam olyan gyereket. Szerintem Jézus ezért mondta, ha olyanok nem lesztek, mint a kicsi gyermekek, nem tudom, hogy fogjátok-e az adást. Tehát mi egy gyereknek? Mit akart Jézus a gyerektől? Hogy neki essen az ajándékoknak, hogy meg akarom tudni, mi van benne.
És hogyha ez a hozzáállásod, testvérem, akkor tudd meg, hogy nem leszel szegény, nem leszel nyomorult, nem leszel elesett. Miért? Mert meg fogod fejteni, hogy mi van a te csomagjaidban. És meg fogod tudni, hogy Krisztusban mi mindent kaptál Istentől. És ezzel a kis batyúval bocsátunk titeket útra, hogy innentől jön a ti felelősségetek, hogy kezdjétek el az Úrral együtt bontogatni a csomagokat. És amikor egy kibomlik, akkor csak örvendezzetek a Szent Szellemmel együtt, azon a megértésen, hogy Uram, ez is benne volt. Ez is benne volt. És meglátjátok, hogy dicsőségről dicsőségre fogunk együtt előre haladni. Amen. Áldottak vagytok!